Az elején nagyon erősen kezdtük a bajnokságot, amit sikerült tartanunk is egészen sokáig. Most érzem már így az ősz végére, hogy kezd fáradni a csapat. Ezeket próbáltuk meg is beszélni, hogy még kitartóan az összes mérkőzést húzzuk be. Több poszton is játszol. Mennyire könnyű átállni akár mérkőzésen belül, akár két mérkőzés között, mikor egy picit más a feladat? Nem egyszerű, de már mondhatni, hogy megszoktam. Mindenhol helyt kell állni. Úgy szokták mondani, hogy egy jó játékos mindenhol tud játszani. Próbálom mindenhol a maximumot hozni. Kapusok és a védők azok tudják már, hogy a pontrugásoknál, ha te odamész, akkor baj lehet? Szerintem igen. Korábban lőttem pár gólt szabadrugásból, szögletből is jó pár asszisztot kiosztottam. Ezt gyakoroljuk minél többet, de remélem, hogy ijesztő is. Nehéz egyébként így hétről hétre játszani, hogy áprilisig nem szabad hibázni, és ott meg majd lesz 2-3 olyan mérkőzés, amikor gyakorlatilag eldől minden? Igen, nehéz, mert ugye már nagyon megerősödött a bajnokság és a csapatok közötti szintkülönbség nem olyan nagy, ezért minden pont számít, akár most már a gólok száma is számít, lehet a végén pár gól dönt a második, harmadik helyér, vagy akár a harmadik, negyedik helyér. Van-e még tartalék ebbe a csapatba, hogyan látod? Nyilván fejlődni mindig lehet, de tud-e meglepetést okozni, hiszen eddig a bajnokságban olyan stabilan játszik? Mindenképp tudunk, próbálunk minél többet hozni ki a pályára, és még nagyon sokat tudunk fejlődni. Én érzem, hogy ez még nem a maximumunk. Hogy ennek a csapatnak még egy picit érnie kell még tovább, hogy szezon végére, akár a kupadöntőre, vagy a bajnoki döntőre oda szeretnénk érni, a megfelelő csapat és a megfelelő energiát bele tudjuk fektetni.